A MOL igazgatósága 50 milliárd forintos osztaléktömeg kifizetését javasolta a 2014-es eredményből. Ez saját részvénnyel korrigálva 485 forintot jelent, egy kicsit alacsonyabb az 500 forintos konszenzusnál. Hogyha a tavalyi eredményeket nézzük, akkor kicsit félrevezethet minket az 590 forintos tavalyi osztalék, de akkor 2013-as leányvállalati eladásokból nyereséget is juttattak vissza a befektetőknek. Ma délelőtt 11 órakor az Európai Unióra kell fókuszálnunk. Egyrészt Angela Merkel találkozik Mario Draghival, másrészt két makroadat érkezik, a CEV Index és az eurozónás infláció. A délelőtt folyamán török kamat döntés is lesz, a tartásra szavaznak az elemzők, de lehetséges, hogy egy meglepetés jön.